Üdvözlöm a kedves nézőket! Rendhagyó pillanat ez, hisz kedves jó barátom, régi ismerősöm, Erdei Grünwald Mihály stúdiónk vendége. Egy időutazáson fogunk részt venni, hisz elmúlt időkről fogunk beszélni. Szia, Misi! Szia! Jó reggelt kívánok! Nem véletlen van ez a kép a hátad mögött, itt láthatod. Igen. Öttem. Valamikor réges-régen az események színhelyén, nem máshol, hanem a távoli Izraelbe megleptél egy könyvvel, ami a kezembe van, amit annak idején te adtál ki és te szerkesztettél. Azt mondja, Popper Péter az Istenek órája. Mi is ez a könyv tulajdonképpen? És hogy szolgált később ez a könyv forgatók? Hogy lett belőle forgatókönyv? Hát ez maga a forgatókönyv. Akkor ugyanis... azt mondom a kollégáimnak, hogy nyugodtan kiírhatják ezt, hogy termék megjelentés, mert ma már ezt a könyvet szerintem nem lehet kapni sehol. Igen. Ez 96-ban jelent meg. Kinek én a kiadásában? A Türelem Háza BT még létezett, már nem létezik, adta ki, és ez tulajdonképpen egy olyan játék volt, hogy én a 90-es évek elején, még itt Magyarországon, nem a 90-es évek elején, 80-as évek végén rendszeresen beszélgettem éjszakánként Popper Péterrel a rádióban. Fölolvastuk a könyveit, a Belső utak könyvét, az Istennel sakkozás kockázatát, és egyfolytában beszélgettünk ezekről a témákról, és akkor, mikor visszajöttem 94-ben, akkor neki az az ötlete támadt, hogy ennek alapján kellene csinálni egy sorozatot Istenek órája címmel, és akkor visszatérünk mindazokra a témákra, amikről mi éjszakánként beszéltünk a rádióban. Boldogan álltam elébe, csak hogy a forgatókönyvírás a Popper számára nem volt egy egyszerű dolog, ugyanis sose volt semmire ideje. És azt mondta, hogy tudod mit, csináljuk meg együtt, te leszel a riporter, és így is jelent meg a könyv, te leszel a riporter, és engem kérdezel, én meg elmondom, hogy miről szól az Istenek órája. Így született meg ez a forgatókönyv, amit végül is nagy keservesen az utolsó pillanatban leadtunk a televíziónak, és akkor jön a szomorú része a dolognak. Békés Pál volt a stúdió főszerkesztője, amelyik ezt a sorozatot elfogadta. Békés Pál már halott. Xantus János filmrendező volt a sorozat rendezője. Ő is a rendező már szintén az örökkévalónál. Aztán Nemes Csói Tamás volt az operatőr, szintén az örökkévalónál. Volt egy belső szerkesztő, úgy hívták, hogy Láng Tamás. Ő is nemrég távozott. Illetve a fenti kávéházba csatlakozott. Igen, csatlakozott hozzájuk, és hát 8 évvel ezelőtt csatlakozott hozzájuk Popper Péter maga is. Úgyhogy ebből a stábból, ha úgy tetszik, a szűkenvet stábból egyedül. Itt van még a Júlia, én aki vagyok, a... Hát a Júlia, igen, és én vagyok, aki 75 évesen. De ennek sztoria is van, mert amikor megérkeztél, akkor nem csak a könyvet kaptam meg tőled ajándékban, hanem az egész sorozatot. Emiatt aztán nekem a televízióval volt egy kis purpadlém, és megrendeltem tőlük magam részére, mert nekem nem maradt példányom. Tehát én a könyvből volt példányom, a filmsorozatból nem, mert neked kivittem Izraelbe, és így itt maradtam film nélkül, úgyhogy végül is kaptam egy filmsorozatot a televíziótól belső áron azért, hogy legyen nekem is belőle. Úgyhogy neked megvan, neked megvolt, már 90-es évek végétől. És én úgy érzem, hogy én élek ezzel az ajándékozási joggal, és ezeknek az embereknek, a szereplőknek az emlékére én ezt be is mutatnám nézőimnek, hisz szerintem az, hogy ők nincsenek itt, attól még a szellemük itt van, és te hála Istennek még itt vagy. És 22 év távlatából tulajdonképpen ezt és meg is lehetne tenni, mert tényleg meg lehetne tenni. Misi, mert akkor, ez... amikor úgy döntöttél, hogy ezt a filmet megcsinálod a Péterrel, igen, akkor mi volt itt hátul a kis agyadba? Még egy sorozatot letenni az asztalra, vagy az akkori társadalmat közelebb hozni az örökkévalóhoz, hogy a Péter stílusába
közeledni tudjanak. Nézd, az én agyamban a szentföldi szentélyek üzenete már rég benne volt. Tehát az, hogy én a rabbi képzős múltammal a Bibliát filmre akarom vinni, és nem úgy, hogy színészek játszanak, akik a maguk szubjektumát teszik hozzá a filmhez, hanem azok a kövek játszanak, amelyek tanúi lehettek ennek az eseménynek, és az egész Biblia eseményeinek, és az egész Szentföld helyszínének, ezt akartam megcsinálni. És ehhez találtam én egy nagyszerű társat a Kardos Sanyi személyében, aki... A film operatőre volt, Kossuth Díjas. És Kossuth Díjas, kiváló, érdemes, mindenféle művész, és tökéletesen csinálta, amit csinált, mert olyan dolgokat fedezett föl számomra is, amiket én sem láttam bele a fákba, a kövekbe, a növényekbe, amiket ő közelről filmet. Most, hogy ezt a filmet kötelességszerűen én fölevelenítem és bemutatom, közelhozom a nézőknek, így ünneptájt, és a sorozatot végignézhetik. Ez egy pótselekmény lesz, ha még nem érkeztek el az örökkévaló szeretetéhez, az egyéb vallások megbecsüléséhez, hisz a Péter ezt ilyen tudományos ismeretterjesztő formában adja közre, hogy könnyen az is, aki nem híve egyik vallásnak sem, meg tudja érteni. Hát egyrészt nem egyedül adta közre, tehát minden a beszélgető adásban partnerekkel. Beszélgető partnerei voltak, és nem is akárkik, szóval azért ebből adjunk neki kreditet. Névsorból, hogy ne maradjanak ki azok se, akik ebben részt vettek, az előszó végén felsoroljuk őket, elég szép számmal vannak. Mindet nem is kellene, de ilyen neveket, mint Fischer Iván Karnagy, mint Gábor Miklós építész, Iványi Gábor, Jelenics István piarista atya, Kepes András, mit mondjak, Markó Iván, Poszler György, Vekerdi Tamás, egy sor kiválóság, akik résztvevői voltak a sorozatnak. Na most tudnod kell, hogy természetesen azért Istenek órája, mert nem csak a mi Istenünkről van szó benne, hanem szó van benne a mohamedánok istenéről, a buddhisták istenéről. Akkor mondjuk úgy, hogy mindenki istenéről. Mindenki istenéről, úgyhogy végigvettük Péterrel az összes vallást, amit lehetett. Na most nekem ahhoz már volt egy előképem, hiszen a beszélgetések az ő könyveiből, illetve az én beszélgetéseim abból a rabbi képzős korszakomból, amikor oda jártam, azok adtak egy alapot ahhoz, hogy én ebbe belemásszak. Mondj, nevezzük nevén, ószövetségi ismereteid elegendőek voltak arra, hogy ki tudjál tekinteni az egyéb teológiai világvallásokra, meg a csatlakozottakra. Tehát akkor tulajdonképpen, kedves nézőim, én megismételném, Erdei Grünwald Mihály beszélgetései nyomán a Kossuth Rádióban hangzottak el éjszakai beszélgetések, amikor a két ébren lévő Erdei Grünwald Mihály és Popper Péter beszélgetett, végül lett egy Popper Péter Istenek órája című könyv, ami tulajdonképpen később forgatókönyve lett a televíziós sorozatnak, amit, ha jól emlékszem, 22 évvel ezelőtt vetítettek le, és szinte egy időben ezzel ajándékban én is megkaptam Mihálytól, nem is akárhol, hanem az események színhelyén, az ószövetségi események színhelyén, meg talán az új szövetségi események színhelyén is, mert hiszen egy zsidó gyerek született ott Betlehemben. Megkaptam, és úgy érzem, hogy eleget őriztem, tartozom annyival Péternek és azoknak a résztvevőknek, akik most a fenti kávéházból nézhetik. Hála az örökké valónak, te még itt vagy velünk, bízunk benne, hogy még 120 évig, és akkor te már egy 75-ben vagyok. Akkor már egy matuzsálem leszel, idén a 75-dik beléptél, bízunk benne, hogy jó egészségbe még sokáig itt tudsz velünk lenni, és akkor nézzük a filmet. Köszönöm.